shocking. Suppressing hypothesis after the results are known. És pont arra gondoltam, hogy ide nekünk itt van egy laborunk, és van benne két PhD diák, és az a feladat, hogy akkumulátorokat kell tesztelni, hogy mikor halnak meg. Hát egy csomót feltöltött, lemerített, és akkor nézed a végén az adatokat, és próbálod kideríteni, hogy mitől halt meg az akkumulátor. És itt abszolút ez a sharking rendszer van, tehát az elején nem semmi hipotézis. Megnézed az adatokat, és akkor az adatokból visszafejted, hogy körülbelül szerinted mi lett, és akkor arról írsz egy papert, hogy hát szerintük ez történik, mert az adatok ezt alá támasztják. És azon gondolkoztam, hogy vajon azért, mert ez a, most van ez a nagy data science boom, ez a két csáva, ez mind a kettő tényleg nagyon jók adat manipuláció szempontjából, és vajon nem ennek, ez egy ilyen hátulütője, hogy egyszer meg akarják nézni az adatokat, és az adatokban hisznek. És nem próbálnak először felállítani egy hipotézist, hogy mit kellene keressenek, vagy egyáltalán mit lenne érdekes megnézni, hanem csak ilyen kicsit ilyen unsupervised learning, hogy csak megnézzük az adatokat, és hát abból valami kiderül, és akkor írnak egy papert. Így abszolút ezt a filozófiát követik. És ez szerintem nagyon sok ilyen kifejezetten, akik ebben a machine learning boomban nőttek fel, most PhD-znak, nagyon sokan beleesnek ebbe a csapdába. Szerintem én is. De akkor... Értem, hogy mit mondasz, csak az a kérdésem, hogy akkor igazából ők csalnak, vagy nem csalnak, mert hogy ezt te is mondtad sokszor, hogy ha van egy csomó adatod, akkor tudod annak olyan szögletét nézni, vagy olyan statisztikát mutatni róla, ami kedvez annak, amit akarsz közvetíteni. Hogy ez történik, vagy hogy igazából ők tényleg jól kibányásszák az adatból az információt, és utána fogalmaz meg egy hipotézis, akkor végül is nem is olyan nagy baj. Hát valahol az igazság középen van. Szerintem nem föltétlenül tudatosan csalsz adatokkal. Itt két dolog van szerintem. Az egyik az, hogy kurva sok adat van. És tényleg, hogy valami csak ki fog derülni, valahol egy korrelációt kapsz, vagy egy klasztert valahol kapsz, mert nagyon-nagyon sok adat van. Az valójában nem csalás, mert az tényleg az egy pattern az adatokban. Uh-huh. Csak a trükkösebb rész az, hogy maga, ahogy megtervezed a kísérleteidet, hogyha van egy hipotézised, akkor úgy tervezed a kísérletet, hogy most 50 ciklust fogok végezni azért, mert tudom, hogy a teória azt mutatja, hogy körülbelül 50 ciklus után kellene meghaljon. Te így megcsinálod, csinálsz belőle 1000 ciklust, hogyha 1000 ciklus után hal meg, akkor hoppá, itt az adatban van egy pattern. És akkor, tehát itt maga az egésznek a megfogalmazásával, az egész problémának a beállításával van szerintem egy logikai trükk. Nem föltétlenül rossz, attól még az adatban megmarad a pattern, de nem biztos, hogy azt találod meg, amit gondolod, hogy megtaláltad, vagy amit meg szerettettél volna találni. Értem. Tehát, hogyha nem ez a helyes metodológia, vagy a tudomány által támogatott metodológia, amit ők használnak akkor, vagy lehetne ezt jobban, tisztábban csinálni. De attól még lehet, hogy igazuk van. Hát lehet, hogy igazuk van, csak lehet, hogy nem abban van igazuk, amire claimelik ezt, hogy igazuk van. Hanem abban van igazuk, hogy találtak az adatokban egy klasztert, lehet, hogy az azért volt, mert bejött a kicsi kutya, és megváltozott a laboratóriumban a hőmérséklet 0,2 fokot, és nem azért, mert az egyik akkumulátor rövidebb élettartama volt, mint a másik. De ezt már csak az adatokból nem tudod kiolvasni, hogyha nem követed a kísérletet, sőt, hogyha nem direkt úgy tervezed meg a kísérletet, hogy valamire szeretnél rácáfolni, vagy beigazolni. Ez szerintem egy nagy probléma. És ja, van a PLOS One-ban, van egy olyan cikk, hogy Why Most Published Research Findings Are False. Ez a PLOS One-ban az egyik legolvasottabb cikk. A PLOS One az egy ilyen nagyon híres folyóirata, amerikai publikus könyvtárnak a folyóirata. És ugye itt ez arról szól, hogy nagyon nehéz replikálni a tanulmányokat. És azok a területek, ahol nagyon nehéz ezeket replikálni, az mind ilyen általában vagy pszichológia, vagy biológia, vagy orvostan. Tehát ahol szerintem, ez már csak, innen már csak az én eszmefutatásom, ahol szerintem emberekkel dolgoznak, ott sokkal nehezebb a replikáció, mert ott a normalizálás, tehát ott a külső szubjektív faktoroknak a hatása szerintem sokkal nagyobb. Mondja, hogy a pszichológiai tanulmányoknak ilyen 30%-át tudják replikálni. Például a kémiánál vagy a fizikánál, ahol konkrét eszközökkel dolgozol, egy picit jobban lehet ezt az egész normalizálást kontrollálni. De akkor ez pont azt mondja, hogy az eredmény nem attól függ, hogy végülis milyen adatot
jegyzel és elemzel, hanem attól, hogy mennyire tudod normalizálni a kísérletnek a kondícióit. Hogyha azt nem tudod bebizonyosítani, hogy a kísérlet az pontosan ugyanazokban a kondíciókban zajlik, akkor valójában a zajt fogod inkább feljegyezni, sem pedig a jelet, ami a kísérlet kellene szóljon. Igen, értem. Hát ez elég ez, probléma. Ez nagyon tükkös. Na, de beleszöktem a mélyvízbe. Miről kellett volna beszéljük arról, hogy vannak ilyen, várjál, egy két cikk van, ugye? Az egyik az volt, hogy válságban a modern tudomány, pontosan például a sárkink volt az egyik probléma, és a másik az kifejezetten ugye erről a Covid-ról, Covid idejéről, case study erről az egész potézisről. Amit mondtál, ez az első cikknek a tézise, hogy pont azért, mivel nagyon sok ilyen tudományos cikk vagy eredmény nem megismételhető, nem replikálható, vagy ha az is, akkor senki nem ismétli meg, vagy senki nem replikálja, mert nincs arra motivációja, ezért az a kérdés, hogy mennyire igaz a tudomány, hogy mennyire lehet bízni tudományba így, hogy emiatt válságba kerül, hogy elhihetjük az eredményeket, vagy mennyire hihetjük el az eredményeket, mi az, ami hamis, kicsit erről szól a cikk. Statisztikailag szerintem a válasz az majdnem ott van, hogy egy kicsit több, mint 50% ma a tudománynak a hihetősége, de nem sokkal. Ez nem egy jó irány, de szerintem itt az a trükk, hogy itt az irányról van szó. Tehát ez nem feltétlenül volt mindig így, ez az egyik hipotézis. Másik pedig az, hogy lehet, hogy mindig így volt, de most van adatunk arra, hogy ezt meg tudjuk mutatni, hogy tényleg így van. Egyik ág se jó. Azt szerintem az egyik legnagyobb probléma, hogy van egy ilyen nagyon nagy innováció fetisizmus a tudományban. És nem a tudósok részéről, hanem a funderek részéről, akik adnák a pénzt. Neked majdnem nulla az esélye annak, hogyha te egy valamilyen tanulmányt meg szeretnél ismételni, egyrészt adjanak rá pénzt, és másrészt pedig, hogyha meg is ismételed, hogyha véletlenül az eredmény ugyanaz, tehát egy ilyen confirmation study lesz, és nem egy ilyen debunking study, hogy valami más az eredmény, akkor nem tudod ezt egy ilyen eget-rengető folyóiratban publikálni, mert az csak nem te leszel az, aki felfedezte ezt a dolgot, és ez csak egy ilyen, ez egy nem újság, igen, és az egész egyetem, az egész kutatási univerzum úgy van felépítve, hogy az újságra kapod a pontot. Úgyhogy azt fogod, hogy minél szenzációsabb, annál jobb. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon ilyen strukturális, szisztemikus probléma, és ez csak az egyik ilyen szimptomája szerintem, amit látunk. Na de ez akkor egy kicsit olyan, hogy nincs arra ösztönzés, valahogy bele kéne építeni a folyamatba, hogy mikor adok pénzt egy tudományra, akkor adok pénzt mondjuk két replikációra is, hogy az úgy benne van, együtt megy a pak. Nagyon nehéz itt a tudományban a büntetést megfogalmazni. Tehát mi van, hogyha ez nem replikálható? A világ másik felén van, valaki egyszer 15 évvel ezelőtt kész. Tehát a punishment az nem azonnali. Igen, értem. Nincs gyors feedback. Így van, vagy. nincs. Eléggé gyors negatív feedback. Na, az igazán ösztönző igazából. Igen. A másik hátulütője ennek a dolognak az, hogy egyrészt azok a tudományterületek, amelyek divatban vannak, mondjuk mostanában az AI vagy a biotech, azok sokkal több pénzt fognak kapni a kormánytól, mert az a papíron a közönségnek jól néz ki. És a másik az, hogy egyes tudományterületeken belül is mindig van egy ilyen Pareto elv, azért fog érvényesülni, hogy a top 20% azért mindent visz. Igen. Úgyhogy van nagyon egy ilyen elitizmus, hogy egy bizonyos intézet, vagy mondjuk két bizonyos intézet egy tudományterületen el fog vinni mindegyik nagy grantet, és akkor ez nem feltétlenül a legjobb módja annak, hogy biztosítsuk a kell egy random faktor, hogy a sokszínűséget biztosítjuk, mert nem biztos, hogy azok az emberkék kellően másképp fognak gondolkodni, hogy kitaláljanak egy új vonalat. Tehát mondjuk egy tudományterületen, hogyha van 1000 tudós, akkor körülbelül 10 az, aki a cikkeknek a 90%-át publikálja. Nagyon-nagyon durva az ilyen torzítás ebből a szempontból. Wow, de nagyon tetszik az ötleted, hogy ezt megtámadni egy randomizációval, vagy azt mondta, hogy kiosztod a budgetnek mondjuk a 80%-át, és az utolsó 20%-ot azt mondta, hogy ezt random adjuk a többi intézetnek. Nos, pont ezt csinálják, azt hiszem, hogy a holland tudományos tanácsnál ezt szerették volna, hogy igen, hogyha mondjuk 6 grantet akarsz kiosztani, akkor 4-et kiosztod a top szkóroknak, és a másik 2-t azt random elosztod mindenki között. Ez szerintem egyik járható út potenciálisan egy jobb tudomány felé. Nagyon tetszik ez az ötlet. Ez nagyon fel tudná mixelni, hogy adj esélyt tényleg az ilyen
más outsider nézőpontnak, vagy olyan, ami valahogy senkinek sem elsődleges érdeke, de mindenkinek mondjuk másodlagos vagy harmadlagos érdeke. Akkor lenne a Replication Study-ra, lenne pénz. Igen. Random, csak kihozná nagy. Most azt közben tett eszembe, hogy valójában ez nem ugyanaz, mint a Google péntek, hogy 20%-át az idődnek odaadod random projekteknek, amiből lehet, hogy majd az egyik lesz a csillagprojekt, amire válsz. Úgyhogy ez nagyon, nagyon hasonló lenne. Az éppen ezt már kitalálta, hogy hogy kell. Igen. A másik nézőpontnak a megvédése az, hogy lehet, hogy ezt a 20%-ot vagy ezt a 10%-ot akkor elvesztegeted, mert nem töltöd, például a Grant-eknél ugye azért védik a jelenlegi rendszert meg, mert azt mondják, hogy tehát, hogyha a rendszer valójában tényleg kompetencia alapon jól működne, akkor elvben tényleg a legnagyobb pontokra kellene adni a Grant-eket. Csak az a baj, hogy az egész elbírálás szubjektív, és van ez a hírességfaktor, hogyha te mondjuk egy Imperial College-ból vagy egy MIT-ból küldött be magát a proposalt, akkor egy 20%-kal nagyobb pontot fogsz kapni, mint egy random no-name. Igen. Úgyhogy ez nagyon... Egyébként így zárjában én majdnem csak ezért vagyok Angliában, vagy legalábbis egy nagyon nagy része annak, hogyha egy cikket elküldesz egy brit egyetemi e-mail címmel, az jobban néz ki, mint hogyha egy UAE-s egyetemi címmel küldöd el. Mert akkor az editor legalább megnézi, hogy miről szól, nem dobja vissza e-mail cím alapján, hogy ez nem lehet jó. Ez az abszolút, ez az igazság, ez egy ilyen, nem tudom, ilyen e-mail cím alapú rasszizmusra tudományban. Ez egy nagy bias, ami nem jó, valószínűleg nem segít a tudománynak. De ez van, de ez az igazság. Igen. És ez biztos, hogy amikor alkalmazni szeretnél valakit, hogyha megnézed a másiknak a nevét, és mondjuk egy indiai neve van, és már túl sok az indiai a cégnél, akkor lehet, hogy alapból visszadobod, hogy hát tudod, mennyire akkor csomagnak az ajára. Úgyhogy ez valójában szerintem csak egy kinyilatkozása magának, az embernek, különböző hibáinak. Most megjelenni természetesen a tudományban is. Igen, 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 ez biztos vagyok, hogy így van. Szomorú, hogy így van. Hát egyrészt szomorú, de másrészt, hogyha ez valósan reflektálja azt, hogy a társadalom hogyan létezik, ez a társadalomnak a státusza, akkor nem harcolni kellene ellene, hanem megoldásokat kellene keresni, hogyha tényleg a társadalom így működik. Például, amit mondod, ezt a randomizált dolog, ugye ez egy olyan megoldás, ami figyelembe veszi azt, hogy a társadalom hogy működik, és arra próbál választ adni. És akkor itt ez trükkös, mert hogyha fenn nem viszed, mondjuk, hogyha nem 20%-nak adnád a randomot, hanem 50-nek, vagy a 100-nak, akkor itt már nagyon trükkös lesz, mert hogyha például 100-nak adod a randomot, akkor mi van? Akkor tényleg akkor kezded az efficiency-t kezded veszteni. Lehet, igen. De nem tudom, mert lehet, hogy úgyis jó lenne. Igen, de most már egyből látom is, hogy ugye ezzel probléma is lehetne, mert most nem mondhatod azt, hogy valahány százalékát tényleg teljesen random adott ki, mert akkor ha mindenki tudná, hogy random lehet pénzhez jutni, akkor mindenki kiírna valami projektet, hogy én kutatom itt azt, hogy fúj a szél Csíkszeredába, adjatok pénzt. Leadod mindig, minden hónap ötször le ugyanazt. Hát, ha kijön a random, szóval úgyis csak elő kéne szűrni, de ha már berakod az előszűrést, akkor már lehet, hogy ott van, aki azt mondaná, hogy hát egy Csíkszeredai projekt, az nem megy át a szűrőn. Meg lehet, hogy jó a projektem, de sose érnék el még a randomig se, úgyhogy... Hát pont ez a baj, hogyha full random, akkor hirtelen meg fog növekedni a jelentkezéseknek a száma nagyon. Igen. És akkor maga az elbírálási folyamatnál még rosszabb lesz a pontosság. Akkor úgy kell random legyen, hogy nem mondod el, hogy random. Hát vagy úgy, hogyha túl gyakran jelentkezel, és nem nyered meg, tehát kifejezetten, hogyha úgy jelentkezel, hogy sikertelen a proposal, akkor kapsz egy penalty, tiltást, hogy egy évig nem tudsz. Ja, igen. Itt Angliában úgy van, hogyha kétszer egymás után jelentkezel 100 000 fontnál nagyobb proposal-lel, és mind a kettő negatív feedbacket kap, akkor egy évig bannolva vagy, nem jelentkezhetsz újra. Ez jó. Ez teljesen jó. És ez egy picit tényleg, mert azelőtt pontosan ez volt a baj, hogy a success rate az olyan 5% volt, 5-től 10-ig. Ja. Nagyon sok, 90% a publikus pénznek el van vesztegetve, amelyik a researcheröknek arra az idejére megy, hogy írják ezeket meg. És akkor behozták ezt a rendszer, és most már 30%, úgyhogy abszolút működött. Úgyhogy tehát egyetértek veled, biztos, hogy van megoldás, tehát biztos, hogy lehet javítani a rendszeren. A cikknek a végén látom, hogy van egy olyan cím szó, hogy publikálj vagy pusztulj. Ez a publish or perish, le van tükörfordítva. Ez egy létező dolog? Ez a mantra, publish or perish, kész. mindegyik top egyetemen ezt mondják. És ez annyira szar, mert akkor, hogyha van tényleg egy tudományod, ami mondjuk egy tudomány, és azt úgy szépen össze kéne foglalni,
legyen füles farka, akkor azért, mert az a lényeg, hogy hány konkrétan a cikkeknek a száma a lényeg, akkor ezt felfogott-e szépen, ennek az a neve, hogy Salami Publishing, felfogott szépen farcskálni 5 darabra, hogy mindegyikből legyen külön egy cikk. A bevezetőből is legyen egy ilyen review cikk, és akkor az Experiment Designból is legyen egy cikk, és ez nagyon rossz. Ez csak azóta van, amióta nagyon... Pontosan amiatt az adatokkal nagyon publikusak kezdtek lenni, és jól lehet mérni azt, hogy melyik cikk hány idézetet kap, akkor kezdett lenni egy olyan metrika, hogy citation count, tehát hogy összesen hány idézetet kapsz. És akkor egy ideig az emberek nagyon-nagyon ezt a, hogy hány idézetet kapsz, ezt nagyon-nagyon kezdték üldözni. Akkor mindegyik folyóiratnak van egy ilyen, hogy impact factor. Az impact factor az az, hogy egy átlagos cikk átlagosan hány idézetet kap. És akkor persze, hogy össze-vissza idéztél mindenkit, kifejezetten saját magadat, hogy ezek az idézet számok menjenek felfelé. Tudsz ilyet, hogy magadat idézed? Ja, hogy építek az előző munkámra, ami már megvolt, csak 2 részletbe adtam ki. Hát igen, és akkor így össze-vissza van referenciálva minden. Na most aztán rájöttek, hogy ez nem teljesen jó, és akkor most inkább egy olyan metrikát használnak, hogy H-index. A H-index ez egy olyan szám, hogyha mondjuk neked a H-indexet 10, akkor azt jelenti, hogy neked van legalább 10 publikációt, amelyik mindegyike legalább 10 idézetet kapott. És akkor ez egy picit jobb, mert így ezt sokkal nehezebb növelni. Ugye, mert ahhoz, hogy most felmenjél a 11-re, nem elég, hogy kipublikálsz egy cikket, hanem az eléggé jó minőségűnek kell legyen ahhoz, hogy 11 idézetet meg tudjon kapni. És a következő, az eléggé jó minőségűnek kell legyen ahhoz, hogy 12 idézetet meg tudjon kapni. És mindegyik előző elég jó minőségűnek kell legyen ahhoz, hogy megkapja ezt a 12 idézetet. És ebből a szempontból ez a metrika sokkal jobb, de ezt még egyelőre csak a Google Scholar számolja ki, meg néhány ilyen Scopus adatbázisok kiszámolgatják, de amikor valójában, amik elbírálási bizottságban, hogy most kapsz a pénzt, vagy nem a kutatásodról, akkor azt fogják nézni, hogy hány cikket van, nem azt, hogy mekkora a H-indexed, annak ellenére, hogy azért a tudományos közösség ez próbál érdekében pedálozni. Ez érdekes, ez is ilyen metatudomány dolog, amiről itt ugye a cikkben is szó van, hogy amikor elkezdik vizsgálni, hogy mennyire hatékonyak a publikációk, a Science of Science, igen, ez is ilyen kicsit a metatudomány, hogy mi az a metrika, ami alapján rangsorolod a tudósokat? És akkor azt gondolnád, hogy a tudósok ebben jók, hogy egy jó metrikát választanak, de nem. Itt van egy olyan szerző, hogy Donella Meadows, és ő írt egy olyan könyvet, nagyon híres, hogy Thinking in Systems. És azt mondta, hogy a komplex rendszereknek az a tulajdonsága, hogyha megmondod, hogy milyen metrikát szeretnél, hogy a rendszer elérjen, akkor a rendszer megpróbálja azt a metrikát követni, de nem feltétlenül fog a célt, nem feltétlenül fogsz közelebb lenni a célhoz, hanem jó leszel ebben a metrikában. Akkor pontosan ez történik, hogy most mi olyan cikkeket írunk szerintem a UK-ben, amik nagyon jók ehhez a Research Excellence Frameworkhoz, de hogy a tudomány előre viszik rá, az már kérdéses. Ez egy cikk a Fast AI-nak a blogján, és akkor itt pont ilyeneket mond, hogy mik a problémák a metrikákkal, meg a machine learningbe, és azt mondja, hogy például az egyik probléma az, hogy nem tudjuk azt mérni, ami a legfontosabb igazából. Tehát mindig, ami metrikánk van, az csak egy közelítés, vagy egy ilyen helyettesítő metrika, nem az, amit mi igazán akarunk. Egy proxy. Egy proxy, így van. Itt most pont a fő példa, amit mond, az a YouTube-nak az algoritmusa, hogy ugye a YouTube igazából azt szeretne, hogy olyan videókat ajánljon neked a rendszer, ami neked tetszik, de nem tud azt mérni, hogy neked egy videó tetszik-e vagy nem. De mit tudsz helyette mérni? Azt tudod helyette mérni, hogyha feldobja az ajánlást, rákattintasz-e vagy nem. Tehát klikket tudsz mérni. Ez mennyire vagy, jó, vagy ez azt tudod mérni, hogy miután ráklikkeltél, hány percig nézed. De azt nem tudod nézni, hogy neked tetszik-e. Habár most már próbálja a YouTube, néha megkérdezi, hogy mit szóltál ez a videóhoz, de nehéz ezt a metrikát begyűjteni, és akkor elkezd proxikat használni. Aha. Csak nem biztos, hogy korreláció van a proxy van. És a mérni kívánt dolog között. Akkor utána ezt mondja, hogy ez a baj a proxikkal, hogy utána van egy metrikát, és a metrikát azt valaki ki fogja játszani, hogy valaki akkor azt fogja csinálni, hogy conspiracy videókat tölt fel, amit elkezdesz nézni, és nagyon hosszúak, és akkor nagyon sok percet töltesz ott. És akkor azt hiszi, hogy... És akkor YouTube azt hiszi, hogy ez tetszik az embereknek, és akkor ezt fogja még jobban ajánlani.
ez tényleg, ez nagyon jó, beállítottad ezt, hogy a metrika és a cél között mekkora, nagyon nagy lehet a különbség. Néztem, hogy ebbe a blogba itt mire következtet a végén. Ja, van-e megoldás? Hát itt azt mondja, hogy nem lehet egy metrikába nézni, hogy a teljesebb képet kell nézni, tehát a több metrikát is kell nézni. Ugyanúgy, ahogy például egy algoritmus se tudsz csak a fals pozitívok vagy a fals negatívok vizsgálni, mind a kettőt kell nézned, vagy a kettőből kell csinálni egy közös szkort, hogy igazából megtud, hogy jó. És azt mondja, hogy nem lehet azt mondani, hogy a machine learning megold mindent, hanem még kell hagyatkozni az ilyen first person experience-ekre, és a domain experteket meg kell kérdezni, hogy tényleg ez közelebb visz-e ahhoz, amit szeretnénk. Na, erre van egy nagyon jó példa. Mondtam, ugye a laborban csináljuk ezeket az akkumulátoros teszteket, és egyszer jött hozzánk egy csávó, akit postdocnak alkalmaztunk, de ő valójában dolgozott ilyen automotorokat tesztelt Fordnál egy gyárba. Ő volt az, aki ezeket a testing protokollokat összerakta, hogy hogyan lehet kideríteni, hogy egy motor szétesik-e vagy sem. Természetesen leggyorsabb idővel, legkevesebb pénzbefektetéssel, és akkor megérkezett hozzánk a laborba, mi csinálgattuk a kicsi tesztjeinket a kisi PhD-s diákjainkkal, hát úgy össze-vissza, hát gondoltuk, hogy ha van ilyen 100 ilyen teszterünk, és akkor hát ebből beteszünk 20-at ilyen 5 amperes áramra, még 20-at 4-esre, még 20-at 3-asra, és körülbelül ez volt az elképzelésünk. Tehát itt valójában, hogy normális szemmel szerintünk randomizáltuk az egész kísérletet. De pontosan azért, mert nem tudtuk, hogy mit keresünk. És akkor jött, szétszette az egészet, azt mondta, hogy mit keresünk? Ezt keresünk, hogy mit tudom én, az akkumulátor mikor fog meghalni. Hát mikor szokott meghalni? 4,5 ampernél. És akkor egyből azt mondta, hogy hát akkor az egész experiment, ez rosszul van, megtervez az. És elvesztegettük az egész, egy csomó channelt. És hogy pontosan ezt mondta a csávó, hogy nincsen értelme, mondjuk, hogyha 4,5-nél van az érdekes zóna, akkor nincsen értelme 1-től 4-ig ugyanakkor a felosztással menni, hanem csinálja inkább 1-et vagy 2-t az aljás, 10-et a közepén. És ezt ő empirikusan egyből meglátta. Ilyen első nap ez volt az első megjegyzése. Akkor pontosan ezt akartam mondani, hogy azért a tapasztalatnak szerintem még nagyon nagy előnye van. Egy picit most szerintem átestünk a lónak a másik felére. Ez a másik cikk itt nem is a Covidról akarok beszélni, mert az nagy vad téma. Én például nem tudtam ezekről, hogy vannak ilyen preprint szerverek, ahova ki tudod publikálni a tanulmányt, mielőtt még le lett volna peer reviewzva, vagy mások által leellenőrizve, elfogadva, és akkor csak erről beszélni, hogy ez jó-e, vagy nem jó, és itt miért van értelme. Itt én azt látom, hogy nagyon-nagyon függ a tudományterület. Tehát például fizikában van az archive, uh-huh. Ugye X-el írják le az archive-ot, az a legrégebbi, és a fizikusok főleg azért hozták létre, hogy saját magukat védjék meg, mert a cikkeknek a peer review-ja túl hosszú ideig tartott. És akkor a 90-es években létrehozták, hogy feltették ide a cikket az archive-ra, és ez valójában nem azért volt, hogy a többiek ránézzenek, hanem hogyha egyszer majd arra kerül a sor, hogy valaki hasonló publikál, akkor tudjanak rámutatni, hogy amikor mi elküldtük a folyirathoz, hiába, hogy 2 évet vett a review process igénybe, mi már ezzel foglalkoztunk. Jaj. Tehát ez inkább egy ilyen kredit elosztási alapon volt ez az egész megszervezés. Igen, megvédjék magukat a lassúságától egy-egy ilyen lektoráló szervezetnek. Pontosan, igen, ezért volt itt azon. Csak aztán ez a, tehát eredetileg azt hiszem, sőt, még azt hiszem most is ott van, a Cornell Egyetem működteti a fizikai archive-ot, és aztán mi átmentek más, tehát lett aztán gazdasági, meg orvosi, meg bio, meg kémiai ilyen preprint, mik ezek a preprintek, ezek a manuszkriptek, kéziratok, a kéziratokat, ahova elhelyezett. Valójában akármikor elhelyezhetett, tehát ez teljesen nyitott, de általában az emberek akkor szokták ide elhelyezni a kéziratot, amikor már kész van valami, és elküldték azt egy igazi folyóirathoz, olyan értelemben igazi, hogy ahol tényleg ilyen lektorálási procedúra van. Na most az történt, hát így körülbelül 10 évvel ezelőtt, hogy az emberek kezdték ezt kifejezetten az informatikában. Computer Science-ben kezdték nézni a cikkeket, amelyek az archive-on voltak, nem csak azokat, amelyek a folyóiratokban voltak. És főleg azért, mert kicsit gyorsan haladt az informatika. 10 évvel ezelőtt, amikor az egész machine learninges dolog kezdődött, de még inkább nem is machine learning, hanem még azelőtt, amikor ez az egész, valójában az egész open source mozgalom kezdődött, kezdtek egymásra az emberek így építgetni. És akkor rájöttek, hogy jó lenne, hogyha így elolvasgatnánk valamit. Csak akkor oda kezdték az emberek a computer science cikkeket töltögetni fel. És akkor ez aztán lassan átterjedt mindegyik tudományterületre, és most már sokszor van olyan, hogy például egy nagyon ilyen Nature-ben vagy Science-ben kipublikált cikk,
direkt az archive hivatkozást jelöli meg, mint egy forrást. Úgyhogy nem is, tehát hogyha véletlenül olyan cikk esetleg elküldték, de nem fogadták el sehova, ott marad az archive-on, és azt, hogyha elfogadja a közösség, akkor az úgy, tehát hogyha nem kapnak túl sok savat a Twitteren miatta, akkor az úgy ott marad. És akkor ennek, igen, ennek van egy problémája, ugye, amit mondtál, hogy sokszor kimarad a lektorálási folyamat. Na most computer science közösségben a lektorálási folyamat az teljesen más, mint mondjuk az orvosi és a bio közösségben, ahol inkább problémásabb, itt a MedArchive és a BioArchive kifejezetten mondjuk itt a COVID kontextusban problémásabbak. Mert a computer science közösségben ők nem folyóiratokban publikálnak, hanem konferenciákon. És konferenciákon teljesen más az interakció. Hát ott, hogyha mondasz valami hülyeséget, akkor megmondják neked 50-en, hogy ez hülyeség. Egy folyóiratban pedig ott megnézi az a két ember, aki lektorálja, és aztán, hogyha twitteled, akkor még megnézi anyukát, és a testvéred, és azzal annyi, senki más nem néz semmit meg. Amúgy ez az egész, szerintem az open source mozgalomhoz vezethető vissza, tehát magában a computer science tudományban is nagyon, az open source nagyon-nagyon sokat segít. És akkor csak hogy az emberek kiteszik a publikációt, egyrészt azért, hogy védjék magukat, mert ugye gyorsan halad a terület, és másrészt azért, szerintem teljesen őszintén azért, hogy segítsék a közösséget is. Én ennyit tudok erről az egész. Nagyon érdekes. Nekem is van cikkem archive-on, de mi azt az utat használtuk, hogy felteszed az archive-ra, azért, mert amikor elküldöd az A osztályos folyirathoz, akkor az visszadobja mondjuk egy héten belül, akkor elküldöd a B osztályos folyirathoz, az visszadobja egy éven belül, akkor elküldöd a C folyirathoz, akkor ott mondjuk lektorálják, de az is még egy év, és akkor eltelik 2,5 év, az között megvan a cikked, és akkor legalább publikáld akkor már legalább valamilyen igen. kezdeti verzióját ki. Igen, igen, értem. Tehát ez egy kutatónak is frusztráló lehet, hogy bele van, nem tudom, egy évnyi munkád, és még 2 évig ott kell legyen a fiókba. Ahelyett, igen. Érdekes nagyon te, hogy ennek a története, meg ezt nem tudtam, hogy használták. Van akkor például az előbbi cikket, amit néztünk, hogy Why Most Published Research Findings Are False, ugye ez a legolvasottabb cikk a PLOS One-on. Például a PLOS One, az egy ilyen hibrid modell, hogy a klasszikus folyóiratokban igen, van lektorálás, peer review, de az olyan, hogy pre-publication peer review. Uh-huh. Tehát mielőtt kiengednék, akkor megnézik a többiek. A PLOS One-ban vannak olyan cikkek, amelyek post-publication peer review. Azaz effektíve kommentelni lehet a cikken. Meg lehet, hogy azok közül, a kommentek közül mondjuk tegyük fel, hogy 2 komment tényleg elismert tudós, és ők véleményezik a cikket. És akkor ez egy picit, szerintem ez egy érdekesebb modell, mert akkor így rajtad van a nyomás, hogy ott marad, tehát nem nagyon lehet levenni a cikket, kipublikáltad, és hogyha publikálás után kapsz rá negatív kritikát, talán ez egy jobb módszer arra, hogy magát a minőséget biztosítani tudjuk. És a másik modell az, hogy amit Open Access-nek hívnak, az egy nagy kamu mondjuk, mert Open Access az azt jelenti, hogy fizetsz a cikkért. Ugye a klasszikus modellben az olvasó fizet a cikkét. Az olvasó az a legtöbb esetben a többi tudós lesz egy másik intézményben, tehát az intézmény lesz effektív, aki fizet. Uh-huh. Viszont az Open Access modellben ott te, mint tudós fizetsz, hogy mindenki nyíltan letölthesse. És tehát ezek az ilyen Open Access publikálási költségek azok ilyen minimum $1,000. Egy komolyabb folyóiratnál $4,000-5,000 egy cikkre. Legtöbb esetben nem, azt nem te fogod a megtakarított pénzedből kifizetni, hanem maga ugyancsak az intézmény fizet. De pontosan ezért, mert ez a modell, nem tudom miért, ez a modell nagyon sokszor az open access típusú publikációkba könnyebb bekerülni. Mert legalábbis a lektorálási procedúra egy kicsit enyhébb. A legnagyobb neveknél nincsen különbség, de azért nagyon sok folyóirat van, ahol az open access-be egy kicsit könnyebb bekerül. Ne fizet. A premium modell. A premium modell. Úgyhogy ez is, tehát van a post-publication peer review, de van ez is, hogy publikálod, és aztán lesz valahogy, hogyha tudsz fizetni. De azon gondolkozok, hogy olyan nincs, hogy mert ezt sokszor mondják például, hogyha egy cikket nagyon érdekel, akkor írj egy e-mailt annak, aki írta a szerzőnek, és ő igazából neked ingyen elküldheti, ha el akarja. De van ilyen. Csak nem fogja meglátni az e-mailedet, mert bemegy a spambe. Nem, én is szoktam küldeni, visszaküldjük. Igen? Ó, itt akkor rámegyünk a nagyon durva dolgokra. De ez érdekel engem, a durva dolog. Vannak a... Hogy hívják a publisher-öket? Kiadók. A kiadók. Vannak a kiadók. A kiadóknak a kondícióik azok mindig olyanok, hogy magát a cikket, tehát maga a jogot,
a cikkhez, miután publikálta a kiadó, nem te birtoklod, hanem ők beleértve az ábrákat, a szöveget, mindent. Te vagy az intellektuális ilyen guardian-je, vagy valami hülyeség, ami jogilag valamit oda tettek, de valójában te azt a cikket, azt a PDF-et, amit ők az oldalukon megjelentetnek, másnak nem küldheted el. What? Ja, úgyhogy ezért van egy olyan, hogy the author reviewed, the author submitted final manuscript. Tehát az a verzió, amit elküldtél az utolsó körben, amikor miután egyből elfogadták. Az a tiéd. Aztán utána persze a folyóirat megformázza, meg megszépíti az ábrákat arra a formátumra, ami nekik kell. Úgyhogy ezt a kéziratot, ami a sajátod, ezt szétküldheted akárkinek. Sőt, most már Angliában például az egyetem kötelezővé teszi, hogy ezeket a kéziratokat muszáj megosztani publikusan is az egyetemnek az oldalán. De ez nem lehet az a verzió, ami megjelenik a magának, a kiadónak a weboldalán. Ezért például ugye van a holland Elsevier, nagyon-nagyon sokan utálnak, nagyon-nagyon sokan ekéznek, ő birtokolja az ilyen 50%-át az egész piacnak, és akkor lassan-lassan kezdik rávenni magukat, például most vannak ilyen, vannak bizonyos folyóirataiknál olyanok, hogy 6 hónapig például valami ingyenesen elérhető, vagy 6 hónapig a jog az nálad van, és nem náluk, úgyhogy 6 hónapig elküldheted, aztán utána rájuk ruházódik, vagy például a Springer kiadó, amelyik publikálja például többek között a Nature-t is, ők küldenek egy ilyen személyre szabott linket neked, mint a szerzőnek, és akkor megvan, hogy ezt a linket elküldheted 100 emberkének, vagy elküldheted akár hány emberkének, de csak ezzel a linkkel el tudják olvasni ingyen a cikket. Hogyha akinek nincs meg ez a link, akkor azt fizet. Ja, értem. Ez egy kicsit olyan, mint a corporate social responsibility, hogy így próbálnak jól kinézni, de azért a kurva sok pénzt bevasolják a kiadók. De ez nagyon tetszik, amit mondta, hogy akkor most már lehet ilyet, hogy ne is kelljen e-mailt írjak a szerzőnek, hanem ha rámegyek az egyetem oldalára, a szerzőnek a honlapjára, hogy ott legyenek a cikkei. Ez menő lenne. Az élvonalbeli kutatóknál azért mindenkinek szerintem az ilyen preprintek, azok megvannak az oldalon. Ez nagyon-nagyon fontos, ez egyrészt nagyon-nagyon fontos, ahogy mondtad, mert annyira drága, tehát egyetlen egy cikknek például az Elseviernek vagy a Springernek a letöltése az ilyen 20-30 euró. És az, én tudom, hogy ebben az iparban vagyok, de olyan nincs a világon, hogy az megérje 20 eurót, hogy egy cikkért annyit kifizessél. Úgyhogy hát, akkor ja, ezt mindig intézményesítve szokták. Igen, lehet, hogy sok is az az ár, de mit tudom én. Mondjuk egy cégnek nem tudom, de magánszemélynek az nem fenntartható. Igen, lehetne kisebb, vagy lehetne az a baj inkább ezzel, hogy abból a pénzből nem kap semmit a szerző, nem? Abszolút, nem kap semmit a szerző, és a másik az, hogy egy kicsit zsákba macska, tehát igen. Pontosan amiért, amit beszéltünk, nagyon sok cikk szar, és mert elolvasod az absztraktot, és nem leszel sokkal okosabb, hogyha elolvasod magát a cikket, de kifizetted a 30 eurót. Tehát nem lehet megnézni se, nem lehet utána visszavonni nincsen a 30-day return policy, nincsen. Nem vagyok megelégedve a cikkkel, szeretném visszaváltani. A tudomány azért sikeres, nagyon sokan ezt mondják, akik ilyen science of science, tehát ilyen metatudománnyal foglalkoznak. A tudomány azért sikeres, mert van ez a lektorálási procedúra. Hogyha nincsen ez a lektorálási procedúra, akkor túl sok a szemét, és nagyon nehéz lesz ellenőrizni, illetve kideríteni azt, hogy mi a jó. Ebben az ilyen feltörekvő csillagoknak az azonosításában nagyon jó ez a rendszer. Nem a legjobb, vagy nem hibátlan, de nagyon jó. Hogyha minden ingyen van, akkor nagyon nehéz lesz eldönteni azt, hogy mi a kiemelkedően jó eredmény. Úgyhogy nehéz alternatívát találni erre, az a baj. És csinálhatod akkor az egészet, hogy megtartod ezt a lektorálást, ingyen lesz minden, és akkor az egyetem, ami gyakorlatilag a közönség átvállalja a tudománynak ezt a költségét. Értem, mit mondasz. Igen. Félő akkor, hogy ha minden ingyen lesz, akkor olyan lesz, mint az internet, hogy tele lesznek reklámokkal a publikációk, vagy... Ja, már most nagyon sok van, nagyon sok ilyen cég szponzorizálja a tanulmányt. Igen, ezt tényleg nem jó elengedni akkor. Igen. Erősen lesz. Ez még rosszabb, mint a... Tehát maga, hogy hogyan menedzseljük a publikációkat, szerintem még nehezebb, mint a granteket. Mert itt nem lehet azt, hogy random kiengedsz egy publikációt, mert lehet, hogy hülyeség, és akkor az hülyeség. Igen, de itt is pont ez volt itt a cikkben, ez az ellenérv itt a preprintek ellen, hogy
pont ahogy mondtad, hogy tudományterületenként nagyon változik, és akkor például az ilyen orvosi, meg biotémákban, ha kijön egy ilyen preprint, ami még nincs ellenőrizve, akkor ne az újságírók vagy politikusok ne kapják fel, ne kezdenek spekulálni, ne kezdenek erre építeni, mert ilyen közegészségügyi rizikó. Az csak egy kísérlet. Lehet. Így, az egyelőre csak egy kísérlet, nem egy tudományos eredmény, amíg nem néztek mások is rá. Abszolút. Igen, csak hogy ezt nem mindenki tudja így. Tehát én se voltam ezzel teljesen tisztában, hogy mit jelent egy preprint szerver, és hogyha elolvasok egy cikket, az elég hivatalosan néz ki. Biztos, hogy megértem, hogy akkor attól még ez lehet, hogy nem ellenőrzött. De itt van egy másik vetület is. Ha, ugye itt azt is írják a cikkben, hogy az történt, hogy Barbásnak a kutatócsoportja elküldött egy cikket a BioArchive-ra, és a BioArchive visszautasította a cikket azért, mert azt mondta, hogy ez COVID alapú cikk, és most ez nagyon forró téma, és nem fogadnak el mindent. Itt jobban megválogatják. És jobban megválogatják. Ezt se támogatom viszont, mert ez akkor már inkább cenzúra. Tehát a preprint szervernek az lenne a lényege, hogy az egy nyitott fórumod, elküldőd, aki akar elolvassa. Csak igen, értem, tehát lehet, hogy akkor azért utasítják vissza, mert veszélyt jelenthet potenciálisan, mert az emberek nem tudják a nyíltan a különbséget megtenni az között, hogy mit jelent egy preprint szerver, és mit jelent egy ellenőrzött publikáció több más tudósok által. Igen, vagy mi az, hogyha én manipulálni akarok, pont az én nézőpontomat igazoló kutatást finanszírozok egy intézetnél, azok kihozzák a cikket, felteszik a preprint szerverre, és azt mondom, ne ott a cikk. Igaz, hogy egy fél év múlva majd az összes tudós fogja mondani, hogy ez tök hülyeség, de volt egy fél évem, amíg ott volt egy cikk, ami igazolta az én nézőpontomat, és az alapján hozok egy törvényt, vagy valamit itt már elég veszélyes tud lenni a dolog. Főleg egy ilyen pandémia idején, amikor a hónapok számítanak, akkor Tehát meg tudom érteni ebben a BioArchive-nak is a nézőpontját, de... Nehéz kérdés. De mégse, tudomány, ez nyitott kellene legyen. Igen, igazából itt az a baj, hogy nem azzal a modellel van a baj, hanem azzal van baj, hogy a nagy közönség az tudatlan. Mint ahogy én is voltam, hogy nem tudom a súlyát annak, hogy mit jelent az, hogy ez csak egy preprint cikk. Például, ha most lenne egy ilyen antivakcinás cikk a preprint szerveren, és azt valaki felkapja, és elkezdi terjeszteni a Facebook csoportba, és indít egy mozgalmat ezzel a cikkkel, és az nagyon sokáig el tud jutni, és utána már ez is történt igazából, hogy volt egy rossz cikk, azt hiszem, valahogy így is kezdődött az egész antivakcina mozgalom. És utána ráépült egy csomó konspiráció, meg minden, és utána már hiába cáfolod, már el van terjedve a rossz ötlet. Ahogy mondtad, a YouTube az... A metrikát már kioptimálisztott. A metrika rosszul van kiválasztva. Mire te megcáfolod a cikket, addig a YouTube kimaxolja a metrikáját. Eljutott nagyon sok emberhez. Ez milyen érdekes, milyen rabbit hole-okba lehet lemenni a publikáció politikáról. Igen, érdekes nagyon. Azért van ennyi preprint szerver, mert maga a hagyományos publikációnak az ellenőrzés folyamata lassú. Igen. Mert a tudósok ezt ingyen végzik. Nem kap ezért senki pénzt, hogy mi cikkeket review-olunk. Ez a baj. Hogyha adnának pénzt, akkor jobban számon lehetne kérni, hogy egy hét alatt megcsinálod-e, vagy nem csinálod meg azt a review-t. De nem adhatsz pénzt, mert ha én adok pénzt, akkor az a review jó kell legyen. Akkor persze, hogy elfogadom a cikket. Hát igen, ez a baj. És akkor itt van egy ilyen vetület is. Na most persze, hogy van egy ilyen Uber rendszer, hogy az elején van egy kicsi randomizáció, és meghívnak minden tudóst, hogy szeretnéd-e mondjuk ezt a cikket lektorálni, és akkor utána egy adatbázisba gyűjtik, hogyha te ezt most 100 nap alatt lektoráltad, akkor lehet, hogy következőben nem hívnak meg valaki olyas valakivel szemben, aki mondjuk 50 nap alatt lektorált. És akkor így a nagyon nagy folyóiratok, akik valamilyen szinten presztízs, hogyha mondjuk kapsz a Science-től vagy a Nature-től egy meghívást, hogy most láttam hozzá egy cikket, akkor az neked majdnem felteheted a profilodra, hogy hát én mondjuk a Science-nek voltam reviewer. És akkor ezért nagyon az emberek próbálnak nagyon gyorsan válaszolni ezekre a felhívásokra. És akkor így a nagyon nagy folyóiratoknál tényleg egy héten belül megkapod az eredményt. De a kisebb folyóiratoknál ott mondom, egy év is lehet. De attól még lehetnének, random juttatások lehetnének, hogy kapsz néha pénzt. Én nagyon örülnék, hogyha lennének random juttatások.
De érdekes a preprintekre visszatérve, most így, ahogy elgondolom, egy basic ilyen trade-off van, hogy mit akarsz, hogy pontos legyen, vagy hogy gyors legyen, és nem tudod mind a kettőt. Akkor valamire muszáj optimalizás. Lehet, hogy ahogy te mondtad, hogy amikor ilyen világkrízis van, akkor inkább legyen gyors, még hogyha néha mellé, ha vár, ki tudja. Nem lehet egyszerűen válaszolni erre. Trade-off. Még volt egy dolog, amit így a végére be akarok keverni, mondjuk ez is egy kicsit mély, de filozófiai nézőpont, hogy mi a valóság? Van olyan, hogy valami igaz? Pont erről olvastam így egy kicsit. Van egy ilyen megközelítés, hogy igazából az, hogy truth, ami hogy fordul le magyarra, az igaz, az lehet többféle. Az igazság. Az egyik az, hogy ilyen probabilisztikus, amit ugye próbál ugye a tudomány is csinálni, hogy mindig csak így van egy hipotézis, és próbáld megcáfolni, és akkor igazából te, amit tudsz biztosra, az a cáfolás, az 100%-os. De a bizonyítás az mindig csak azt tudod mondani, hogy elég valószínű, vagy most már egyre valószínű, vagy nagyon-nagyon-nagyon valószínű, de sose egy 100%-ig biztos valami. Tehát nem egy ilyen alap igazság, amit mondjuk ezt szembe lehet állítani az ilyen matematikai vagy logikai igazságokkal, amikor mondod, hogy egy meg egy az kettő, amit így ki tudsz következtetni. És akkor a tudomány az kicsit igen, nem ilyen, az inkább ilyen probabilisztikus. Hát de mind a két igen, ága megvan. Tehát van a matematikai tudomány, ahol te le tudsz vezetni egy bizonyos jelenséget, akkor az determinisztikus. De a többi az, igen, az mind ilyen empirikus, hogy elvégzel egy zsák kísérletet, és úgy igen, néz ki, hogy ez lesz az igazság. De abszolút egyetértek veled, hogy ez egy jó filozófiai kérdés, hogy attól, hogy valami az igazságnak látszik, nem 100%-ban biztos, hogy az igen, feltétlenül. Igen, ez igazából nem is baj, mert megdőlhetnek elméletek, és egy darabig mehetsz rossz irányba, és utána irányt változtatsz. Ez nem is baj, hanem itt arra akarok kiukadni, hogy akkor végül is, amikor el kell dönteni, mert a végén emberek vagyunk, és kell nekem egy döntés, hogy mit csináljak. És akkor ez úgy születik meg a mostani világban, hogy truth by consensus. Szóval megkérdezel egy csoport szakértőt, és azok eldöntik. És a végén ez egy ilyen emberi döntés lesz, hogy igaz-e vagy nem. Például ilyen az amerikai bírósági ügyekben, amikor vannak az esküdszék, az egy ilyen eldöntik igazából, hogy mi az igazság a bizonyítékok alapján, megegyeznek, és amit eldöntenek, az lesz az igazság. És ez eléggé egyik nap lehet így döntenének, másik nap lehet úgy döntenének. De ez nagyon jó példa. Ők randomizálva. Igen, és megbízzuk bennük, és akkor mondja, hogy kicsit ilyen a tudományban is, hogy amikor beküldötte a cikkeket, és azt peer reviewzzák, akkor ugyanaz történik, hogy megkérdezel 3-4 tudós, aki expert, és azok eldöntik, hogy az, amit te kimutattál, hogy szerinted elég valószínű, hogy az az igazság, azt ők eldöntik, a végén ráteszik így a pecsétet, hogy na igen, ezt most visszautasítjuk, hogy ez nem igaz, vagy elfogadjuk, hogy igaz, és addig igaz marad, amíg valaki megint elő nem veszi a témát. Nagyon tetszik ez. Az egész filozófiai megközelítés maga az, hogy az igazság az, mint fogalom, az egy társadalmi fogalom, nem föltétlenül. Igen, van a logikai értelemben vett igazság, de van a társadalmi. De viszont a tudományos cikkeknél szerintem egy kicsit trükkösebb, mert van egy sampling bias, az az ember halmaz, aki egy bizonyos, nagyon sokszor ilyen nagyon nis témakörben egy cikket tud lektorálni, az lesz mondjuk 10 ember a világon, de soha nem lesz 100 ember a világon. Tehát ez mindig egy nagyon-nagyon pici halmaz. Az esküdszékben bárki lehet, ott egy 300 milliós halmazból válogatunk, de itt egy 100-as halmazból válogatunk, akik már eleve egy olyan szeglete a populációnak, akik ebben a szakmában dolgoznak, akik akadémiában dolgoznak, akik valószínűleg hasonló életpályákon mentek keresztül. Tehát az az igazság, amit a tudósok eldöntenek, az ők szemszögükből az igazság, és nem föltétlenül reflektív az egész. Igen, értem, hogy mondasz, de az esküdszék és a bírósági ügyek esetében ott ilyen törvényi igazságokat, vagy ilyen szociális igazságokat keresünk, és azokat az jellemzi, hogy az attól lesz szociális igazság, hogy nagyjából mindenki megérti, vagy mindenki elfogadja. És a tudomány ezzel szemben az nagyon speciális. Nem mondhatod azt, hogy mindenki érti a kvarkokat, vagy mindenki érti a kémiai elemeket.
hands up, hát, ez oda igaz. Oda nem tehet be random reviewereket, de látom, amit mondasz, hogy akkor itt benne van a risk, hogy a top cutting edge research-et azt a végén lehet, hogy egy ember fogja eldönteni, hogy mi az igazság, vagy nem. És az az ember hibázhat. De erre nem gondoltam, ez egy nagyon-nagyon jó pont. Igazad van, hogy valójában akkor maga, mint társadalom, van egy ilyen social contract, egy ilyen szerződés, hogy a társadalom elvben meg kellene bízzon a társadalom bölcseiben, úgymond, ugye ez így történelmileg is dokumentált. És akkor a társadalom meg kellene bízzon a tudósokban. Na de megbízik a társadalom tudósokban, amikor a politikus hát, mondjuk diszkreditálja. Itt jön egy nagy konfliktus. És az, hogy én full pro tudomány vagyok, de ez az érv, ez pont, hogy egy kicsit, pont, hogy ezt tompítja, vagy igazat ad így a politikusoknak, hogy nem biztos, hogy mindig el kell hinni mindent. Megtörténhet a hibázás, vagy az igazság az nem mindig ilyen kőbevésett, egyértelmű, változtathatatlan. Ja, ezt abszolút egyetértek. Sőt, szerintem még egy picit árnyaltabb a helyzet, mert nem is kell föltételül hibázás történjen, csak kell legyen egy ilyen véleménykülönbség, hogy mit tart mondjuk elfogadhatónak egy bizonyos igen. társadalmi témában a tudományos közösség, és igen. ők tartják az igazságnak ezt, és a nagy közönség. És ez, tehát mind a kettő valójában ilyen logikai értelemben igaz lehet, tehát mind a kettőnek egyszerre igaza lehet végül is. Tehát mondjuk például a vakcinák esetében meg tudod magyarázni mind a két oldalt. Tehát hogyha mondjuk a tudósok azt mondják, hogy a vakcinák jók, mert nézd meg, itt az adat, 100 éve nem halt meg senki bárányhimlőben. És a közönség ezzel szemben azt mondja, hogy de mi nem hiszünk az adatokban, hanem körbenézzünk a faluban, és úgy látjuk, hogy viszont többen meghaltak az oltásoktól, mert még bárányhimlőt sose láttunk. Akkor te, mint tudós, meg tudod támadni a lakosságot, te, mint a lakosságnak a része, aki ezt a realitást minden igen. nap éli, sokkal igen. nehezebben tudod. És akkor itt jön ebbe a kicsi csillag, hogy igazából soha semmi nem a végleges igazság, de azért vannak valószínűségek. És az, amit a tudósok állítanak, az nagyságrendekkel nagyobb valószínűségű, mint amit te állítasz. De ezt már te nem tudod elmagyarázni, vagy felfogni. Ja. Itt jön be a baj, hogy igazad van, hogy az, amit ők valóságnak látnak, az a valóság, csak ezt nem tudják abban a modellben látni, hogy ennek a valószínűsége, hogy igaz az én hipotézisem, az nagyon-nagyon-nagyon kicsi, a tudósoké pedig sokkal-sokkal nagyobb. Szóval az lenne egy racionális döntés, hogy hiszek nekik. Igen. Csak hogy nem fog-e, vagy már nem értünk el azt a szintet, hogy olyan bonyolultak a dolgok, hogy tényleg már nem tudod leellenőrizni, nem tudod felfogni, akkor a végén olyan lesz, mint egy vallás, hogy el kell hidd. El kell hidd a nagy tudósnak. Így van. Sőt, el kell hidd az algoritmusnak. Hát már ott vagyunk. Nem érted, hogy a neuralet volt miért dönt úgy, de ő fogja megmondani, a törvényt ő fogja eldönteni. Ugyanaz, úgy, ahogy beírod a Google-be, hogy megyek a szupermarketig, és hogyha a rossz utcán visz, hát ott visz, el van hívek, kész. Nem fogod double-checkelni, hogy tényleg ott visz. Tényleg.